itt mindig, aki bátra szólt, mindig voltam nagyot álmodó. A nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bár csak értenénk a múlt intő szavát. Az égre vésett jelzést mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föl, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, voltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, ám a bennük testetől, így lesz az örökké. Településünk vezetője Kecskés Gyula fogadta a Pocsaj Televízió stábját irodájában február 3-án. Polgármester úr az önkormányzat múlt évi tevékenységének összefoglalása mellett a település vezetésének jövőt érintő terveiről is tájékoztatást adott szerkesztőriporterünknek. A tavalyi év nagyon szorgos év volt, hiszen a nagy pályázataink, minden pályázatunk a tavalyi évre esett. Volt három nagy pályázatunk, Pocsaj, Biarféregyháza közötti útépítése, a határon átnyúló pályázat, ez egy húrós pályázat volt, meg nem csak volt, még mindig van. Aztán a szennyvíz elvezetés, tisztítás és elvezetés, és volt egy közlekedési pályázatunk, amit 13 település vett részt, a buszoböl pályázat, ahol értő az óceáni címmel a közlekedés biztonságát fejlesztettük 13 településen. Na most ezeknek a különböző pályázatoknak a levezénylése igen megerőltető volt az egész apparátusnak, így mondhatom azt, hogy egész Pocsajnak is. A Rossi-Óri út az közel 1 milliárd forintos pályázat. A Biarféregyházával közösen körülbelül olyan 12 kilométer út, a Pocsaj-Reső úton fele körülbelül 6 kilométeres út, ami még az Érfőcsatornán átívelő híd is beleértendő, és közel, mint amit említettem, 6 kilométer útról van szó. Annak az elszámolása még most folyamatban van, még nincs lezárva, pénzügyi elszámolás még nincs lezárva. A szennyvíz elvezetés az 1,8 milliárd Pocsaj-Esztár szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása. Annak a leszámolása az is folyamatban van. Még az árórendezvény már megvolt, de még az utó elszámolások még mindig folyamatban vannak. Gyakorlatilag mind a három pályázatunknak az elszámolása folyamatban van. 2016-ra esik az elszámolásnak a tulajdonképpeni pontosítása. Most az óvodás kapcsán, meg az esővel tarkított időjárás kapcsán igen megviseli a vezetékrendszert, legalábbis a nyomvonalat, mert most is, a mai nap is azzal küzdködtünk, hogy beleszakadt egy áruszállító autó, leszakadt alatt az aszfalt. Úgyhogy még egyeztetés alatt vannak a helyreállítási munkák, de mindezek ellenére szükség volt a beruházásra, ezt megértették a lakosok, és közel 60%-os lefedettséget tudunk produkálni a szennyvíz elvezetéssel, meg szennyvíz tisztítással. A Rossi-Óri út az a Schengeni egyezmény alapján, legalábbis annak kísérő jelenségeként készült el. Fizikailag az út az elkészült, és nagyon mondhatom azt, hogy kellemes rajta közlekedni, de nem tudom a nagy politika mit fog mondani a Schengeni egyezménynek a működésével kapcsolatban, működtetésével kapcsolatban. Bízok benne, hogy a határ átjárhatósága megmarad, és ennek kapcsán a turisztikai
dolgaink is jobban rendeződnek, meg a gazdasági részek is megfelelően fognak működni Romániával kapcsolatban. Beszéltünk szennyvíz meg úthelyreállításról. Gondolom az útberuházások, nagyobb útberuházások mindaddig nem indulhattak el a településen, amíg a szennyvíz kész nincs, hiszen új utat építeni szennyvíz nélkül nem lehetséges. Mennyire sikerült helyreállítani az utakat, és az utakkal kapcsolatban milyen tervei vannak az önkormányzatnak útfejlesztéssel kapcsolatban még? Maga az úthelyreállítása a szennyvíz beruházás után nagyon jól indult, azonban az útnak a lezárásához az előkészítés nem volt megfelelő, és ennek kapcsán még mindig küszködünk a stabil útnak az elkészítéséhez. Hát akkor az még folyamatban van. Nem, még folyamatban van. De a garanciális időn belül vagyunk még, úgyhogy a garanciában még a kivitelezőnek ezeket a problémákat helyre kell állni, ezeket a problémákat meg kell oldani. A beruházásokon kívül mik voltak azok a fontosabb események a település életében? Gondolok én rendezvényekre, kulturális programokra. Mit emel neki, polgármester úr, mire büszke a település? Vannak nagyobb rendezvényeink, például a Hőfi találkozó, ami már közeljövőben meg lesz megint rendezve. Ez, ha jól emlékszem, azt hiszem a 7. Hőfi találkozó lesz, és erre a környék apró nagyja mindenki el szokott jönni. Ez elég nagy rendezvény, körülbelül 600-700 embernek a mulatozásáról szól. Egy falusi lakodalom keretében van megrendezve. Aztán a falunapunk is mindig nagyszerű szokott lenni. Hát a különböző dolga, meg arról nem beszélve, hogy falunap előtt van megrendezve a fogadhajtó és a díjugrató versenyünk, ami ugyancsak nagy érdeklődésre ad számot. És még amire nagyon büszkék vagyunk, a közmunkaprogramban dolgozóknak a teljesítményére, ami több mint 16-17 tevékenységről van szó, egészen fazekasságtól a kosárfonásig mindenféle tevékenységet bele raktunk ebbe a közmunkaprogramba, és közel 330 ember dolgozik folyamatosan ebbe a pályázati rendszerbe. Ha nem lenne közünk a program, akkor sokkal szegényebbek lennénk, vagyis legalábbis nagyon szegények lennénk mindenféle szempontból. A lehetőségeink is nagyon szűkösek lennének, de a lehetőségeinken belül sem tudnánk megalkotni mindazokat a dolgokat, amik rendelkezésünkre állhatnak. Mint ahogy említettem, több mint 17 tevékenységet folytatunk a mezőgazdasági alaptevékenységtől kezdve a kézművességig bezárólag mindennel foglalkozunk. Mint amit mondtam, több mint 300 embernek a munkájáról van szó. Nincsen is itt a környékben még egy ilyen település, ahol ennyi ember foglalkoztatnak. Milyen a lakosok hozzáállása a közmunkához, mennyire aktívan vesznek benne részt, mennyire könnyű őket munkára bírni? Az a helyzet, hogy ezeknek az embereknek a többségét legelőször meg kellett tanítani dolgozni. És még ez a tanulás, ez is hogy problémamentes legyen, különböző célokat tűztünk ki pontokba szedve, úgyhogy legelőször az volt a teljesítménynek a végpontja, hogyha mindenki megjelenik pontosan időben, 7 órára a munkaelosztáson. A munkaelosztáson utána az következett, hogy mindenki a munkaterületen jelenjen meg megfelelő időben, és a harmadik pedig az, hogy a munkaterületen dolgozzon, teljesítményt produkáljon. Ez volt a harmadik, ez még mindig folyamatban van. Ez még kívánnivalókat ad maga után, de biztos vagyok benne, hogy ebben is eredményeket érünk el. Arról nem beszélve, hogy a folyamatos munka az maga után vonja azt, hogy az emberek el vannak foglalva.
nincs idejük mással foglalkozni. Ezzel azt akarom mondani, hogy javult a közbiztonság. Még a közbiztonsághoz hozzátartozik az is, hogy mint köztudott a legjobban működő polgárőrség van Pocsajban, 24 órás lefedettséggel működik. És a jelenlétükkel pótolják mindazokat a hiányosságokat, amik az emberek maguktól elkövetnének. Milyen intézményeket tart fent az önkormányzat, illetve hogy látja ezek szerepét, polgármester úr, milyen munkát végeztek a tavalyi évben? Az intézményeink jó munkát végeztek a tavalyi évben, és ne kell említsem, az iskola már nem az önkormányzat kezelésében van, fenntartásában van, azonban a gondja az iskolában lévő problémáknak a legnagyobb része az mind az önkormányzatnak nyakába szakad alkalmanként, mert hogyha például egy zárat kell lecserélni, vagy ilyen kisebb munkák is, ha vannak, vagy volt a szennyvíz szippantás annak idején, mikor még a szennyvizet szippantóval működtettük, akkor is annak a elintézése is mindig az önkormányzatnak a feladata maradt. Ha ilyen problémája volt az iskolának, akkor mindig hozzánk jöttek, nem a Klebersberghez. Mert a reagálás az nem megfelelő időintervallumra számítható. Igen, az önkormányzat gondolom gyorsabban tudott. Gyorsabban, persze. Hát ezek mind olyan nagyobb napi problémák voltak, mint amit azonnal meg kellett csinálni. Van még az óvoda, az önkormányzat kezelésében van, fenntartásában, egy társult óvodája van Kismarjával közösen, de megfelelő módon működik az óvoda. Gyereklétszám? Gyereklétszám 230 iskolás, párhuzamos osztályok vannak, és az óvoda 130 fél óvoda. A jövőbeni fejlesztéseink, ami nagyon fontos számunkra, legfőképpen az egészségügynek a fejlesztése, egy új tanácsadónak a lépítése, meglévőnek a karbantartása, a nagyon fontos terület, még a fogorvosi rendelőnek a helyre fejlesztése, meg karbantartása az is szintén, vagy esetleg új építése. Ezeket pályázati pénzből próbálják megvalósítani? Most van éppen a úgynevezett TOP ennek az előkészítése. Ebbe gondolkozik az önkormányzat, meg a környezetvédelmi fejlesztésben gondolkodunk még, ezen belül a belvízelvezetésbe, mert a belvízelvezetés kapcsán a szikasztó árkainknak a pozíciói gyakorlatilag nem eldönthető az, hogy mi hova vezet. Az árkoknak a elvezetése, vízelvezetése hogyan kapcsolódik egymáshoz. Ezeket mindenféleképpen meg kell oldanunk. Nagyságrendileg mennyi összegre szeretne pályázni, mennyi pénzt szeretne idehozni polgármester úr a településre a következő ciklusba, illetve hát ebbe az évbe? Ebbe az évbe. Fejlesztéseinket tekintve még a geotermikus energiának a felhasználását nem említettem, amit mindenféleképpen fűtésre és egyéb tevékenységeknek a bekapcsolódásához mindenféleképpen szükségét érzem. Forrásátok fűtésére, meg egyébekre mindenféleképpen úgy gondolom, hogy szükség lenne rá a geotermikus energiának. Ezeknek a kiaknázására én úgy gondolom, hogy egy milliárdos nagyságrendet kellene kapnunk, vagy elérnünk ezeknek a pályázatoknak a működtetésére. És erre is van pályázati lehetőség? Ezeket pályázat nélkül nem is lehet elképzelni ezeket.
Polgármester úr, milyen hosszú távú kitörési pontja lehet a településnek? Itt azért jelentős infrastruktúra fejlesztési elképzelések vannak nemzetközi szinten is, Magyarország, Románia között, illetve autópálya hálózatok is épülnek a térségben. Ez mennyire érinti a települést, és milyen jövőképet adhat Pocsajnak? Érint a települést az autópálya megépítése, ami Kismária Nagykereki közötti területen fog eljönni, az mindenféleképpen magában hordozza a kitörésnek a lehetőségét, az elérhetőséget javítja, de még van mindig egy kitörési pontunk a Debrecen-Nagyvárad közötti vasútvonalnak a megépítése, aminek a várományosa a Debrecen-Nagykereki vonalnak a meghosszabbítása, illetve újragondolása, mert valamikor ezen a vonalon volt a Debrecen-Nagyvárad közötti vasútvonalnak a működése. És ha ezek megépülnének, akkor biztosan sokat javítana a település életén.